Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A mai epizódban Ligetvári István Tromkatával beszélget. Témánk, hogy lehet-e tervezni otthont, és ebben a fázisban már alkalmazhatóak-e a térlélektan elvei. Trafik Stúdió. Házak, otthonok, trendek, meg minden. Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk Tromkatánál, és a térlélektanról fogunk beszélni. Hogy tud mondjuk a térlélektannal foglalkozó szakember már a tervezés folyamán az építéssel együtt közösen dolgozni. Az élet, ahogy zajlik egy adott belső térben, azt mindig valahogy úgy kell igazítani a külső térhez, hogy ez ne sérüljön. De erre lehetőség van, tehát az a külső térhez igazíthatjuk. Nagyon sokféle oldalról megközelíthető, és fontos is, hogy legyenek ilyen szempontok, amiket szinte végig is kéne követni, hogy nézzük meg, hogy nekik nyilván van egy elképzelésük arról, hogy ők hogy szeretnének élni. Tehát itt azért bejön egyfajta pszichológiai vagy lelki őszintesség, azt gondolom, hogy emberek vagyunk, emberekkel beszélgetünk, emberektől kérünk tanácsot és segítséget. A szívünkön és a lelkünkön keresztül is kommunikálunk, és akkor lesz igazán örömteli a végeredmény, hogyha én nem csak egy feladatnak tekintem azt, hogy hát ma 2-től 4-ig segítek, hanem szívem, lelkem beleadom abba a munkába, odafigyelek, viszont cserében tudom azt képviselni és előhívni a megrendelőből vagy a megbízóból, hogy ő ugyanígy legyen nyitott és együttműködő, hiszen neki próbálunk közösen valami jót kialakítani. A tervezői oldalról valóban, amit felsoroltál, igen, arra van szükség, hogy olyan bizalom alakuljon ki, hogy meg tudjon nyílni az ügyfél, de neki ugyanolyan feladata, hogy legyen elképzelése, és tisztában legyen azzal, hogy igen, neki kell először elképzelésének lennie ahhoz, hogy valaki, egy szakember abból bármit létre tudjon hozni. Ne a szakembertől várja el, hogy adjon neki tippeket vagy ötleteket, az más kérdés. A tipp meg az ötlet az egy segédanyag. De az elképzelést én nem álmodhatom meg a másik ember helyett az ő életét, annak a térnek vagy annak a háznak a használatát. Azt ők tudják ott, és az a baj, hogy nem alakult ki nagy rész az a paradigma, hogy ez egy olyan komoly házi feladat a megrendelő részéről, és nem győzöm kommunikálni ebbe a podcastbe, és ez az egyik gerince annak, ami miatt én ezt az egészet csinálom, hogy tudatába hozni az embereknek, akik otthont akarnak teremteni, hogy az első nagy feladat az ő rájuk vár. És amíg az nincsen meg, elmehetnek a világ legjobb szakemberéhez, nem tud a semmivel mit kezdeni. Persze, teljesen egyetértek. A felnőttség és a jelenlét az életemben. Hogy tudom, hogy hol tartok, mit szeretnék, az nem működik, hogy receptet válsz a másiktól, hogy ezt kérem megvalósítani. Tehát mindenképpen beszélgetni kell. Főleg, hogyha egy otthonról van szó, az egy nagyon személyes történet. Tehát itt még fontosabb az, hogy megnyíljon az, aki a segítségedet vagy a tanácsodat kéri. Az a tapasztalatom annak tudatában van, hogy az mind úgy csinálja, hogy te mondod, csak a diskurzus témája, tudod, micsoda, hogy mi mennyibe kerül, de leülnek beszélgetni ismerőssel azért a háztervezésről, nem a lélektanról beszélnek, nem a terekről beszélnek, nem a használatosságban, hanem hol vetted, mennyibe került, ki mondta, hogy mondta. Tehát olyan másodlagos információ sodrásában vannak az emberek, ami ahhoz, hogy az esélye legyen annak, hogy valóban azt a pénzt, amit aztán nagyon nem akarnak csak jó helyre elkölteni, hogy az valóban jó helyre legyen elköltve. Ez tényleg most jött elő ez a gondolat bennem, hogy ez nagyon sok helyen tapasztalom, amikor építkezésről beszélnek, akkor nem az álmokról beszélnek, bármennyire úgy tűnik. Igen, de hát úgy gondolom, hogy itt van egy tanító szerepünk is. Hogyha mondhatom ezt a szót, igazából ez lenne a feladat, a lényeg. Én bízom abban, hogy eljutunk majd előbb-utóbb egy olyan korszakba, amikor az emberek, akik saját házat építenek, bár itt zárójelben szeretném megjegyezni, hogy azért elég sok épület van már a Földön. És én térlélektan szempontjából nagyon örülnék, hogyha nem vennénk el túl sokat, hanem inkább visszaadnánk a természetet, és adott esetben építészeket azzal bíznának meg, hogy meglévő épületeket felújítsanak, átalakítsanak, modernizáljanak. Nem tudom, te ezzel hogyan vagy ezt egy építész mennyire kreatív munkának éli meg. Azt gondolom, hogy akkor lehetne ezt igazán egy nemes feladatként is megélni, hogyha hozzátesszük az ökológiai gondolkodást. Itt én most nem passzív házakra gondolok, hanem arra, hogy átgondoljuk azt, hogy minél természetesebb anyagokat
használunk, egészséges, kisebb és nagyobb, tágabb közösségeket hozunk létre, tehát hogy valójában nem még többet kiragadunk és lebetonozunk a földből, hanem egy kicsit fel is szabadítunk. Csak az a baj, Kata, hogy ez nem építész kérdése, nem építészet kérdése. Egyébként pont ma Csepelről jöttem át, és ott, ahol lett volna az olimpiai falu, ott vannak gyönyörű, szép ipari épületek, és az ügyfelem, akivel jöttem, éppen megjegyezte, hogy milyen klassz lehetne azokból lakásokat csinálni. Baromi jó lenne. Nyilván számtalan építész van az országban, aki rögtön rajtolna egy ilyen feladatra, nem rajtunk múlik. Igen. Ez egy egészen más világ. Elkanyarodtunk. Abszolút jó helyen járunk, mert az ökológiai gondolkodás az gyakorlatilag valóban egy szükségszerű dolog, és tényleg nem a passzív házakról beszélek, ezt is kitárgyalhatjuk majd, hogy ez mennyire passzív, vagy mennyire aktív, hanem arról, hogy sajnos ez nem feltétlen építész, vagy építészet kérdése, sajnos ennek a beruházói világnak, vagy minek nevezünk, ingatlan piacnak, sajnos ezen Igen. múlik, és nem az építészet kezében. Hát azért is fogalmaztam úgy, hogy remélem, hogy eljön az a kor nem sokára, amikor általában egy kicsit tekerünk a szemléletmódon, és a tudatossági szintjét mindenki emeli. Lehet, hogy valaki kényszerből, van, aki meggyőződésből, vagy a földért való tenni akarás miatt, de adott esetben, és nyilván ez egy összetett folyamat, tehát itt nem lehet egy-egy ágazatot kiemelni, de hogy többen fogják vállalni mind a terveztető, mind az építészi oldalról, mind a berendezői, stb. Oldalról, hogy egy kicsit visszafogjuk magunkat, és kevésbé profitorientáltan az egyik oldalról, másik oldalról pedig kevésbé azt nézve, hogy de mi mennyibe kerül, amiatt nem azt értem, hogy végtelen mennyiségű pénzt költsünk dolgokra, hanem megnézni, és valójában nagyon sok olyan lehetőség van már, ami kifejezetten költséghatékony. Én nem hiszek abban, hogy mi az egész világra tudunk hatni, hanem a közvetlen környezetünkben. Tehát, hogy én azt a szemléletet igyekszem terjeszteni, ami azt gondolom, hogy együttműködik ma a világgal és a természettel, a térlélektan és ahogy én viszonyulok a dolgokhoz az otthonon keresztül is, és itt kicsiben nyilván akiknek te fogsz segíteni, vagy akinek én, tovább adjuk. Teljesen egyetértek, sőt, ezzel jó vissza is kanyarodtunk, nem érdemes most abba a tág világba elmenni, hanem nyilván azért vagyunk itt, hogy abban a körben, amiben mi mozgunk, abban a környezetben vagy világban, ott el tudjuk érni azokat a hatásokat, azokat a gondolatokat tudjuk közölni, ami tényleg valamelyest közelebb áll a természethez. Anyaghasználatban, gazdaságosságban, zsonglőrépítészetnek nevezem, amikor zsonglőrködöm az anyagokkal, meg a csili-vili dolgokkal, díszítésekkel, de ez most nem csak a hiper-szuper modern házakra gondolok, a zsonglőrépítészetre, hanem a 90-es évek balusztrátos áll posztmodernes őrületére, tüzébarokra, az is tele van olyan zsonglőr mutatványokkal, hogy eszméletlen. Tehát ezek jelentkeznek a kisebb igényű épületeknél, meg a magas építő igényű. És ez abszolút ökológiai szempontból egy nagyon nem jó dolog. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy minden anyagnak sajátos minőség, sajátos energiája van. Tehát teljesen mást közvetít a márvány, a beton, a műanyag, a gipszkarton, a fa. És az a véleményem, hogy olyan közegben jó élni, ahol minél említettük a természetes anyagokat, akár ebben is lehet tanácsot adni a hozzánk fordulóknak, hogy milyen energiákat, ezt tanítom is egyébként, fogsz te naponta kapni egy magas fényű hideg burkolattól, vagy egy hajópadlótól, hogy mit szeretnél, mi az a hangulat, amit szeretnél valójában megélni nap mint nap, és mi az, amit szeretnél ezáltal a világba is közvetíteni és sugározni, de ez nem egy hivalkodó sugárzást. Nem megmutatni valamit a világnak, hanem azáltal, hogy te azt képviseled, azt végül is erősíted, és az otthonod is azt fogja erősíteni. Én azért hiszek abban, hogy ezzel meg lehet fogni azokat a embereket is, akik mondjuk távol vannak ettől a gondolatiságtól. Én azt gondolom, hogy nyilván ezeket kell megtalálnunk, vagy ezek találnak meg, ha mi ezeket kommunikáljuk ki. Amiket most elmondtál számomra, ez abszolút ember közel és ember léptékű, hogy tényleg, ha felfedezi önmagában, hogy mire van szüksége, és mi az, ami őt építi, mi az, ami inspirálja, és ez anyagban hol jelenik meg, milyen típusú, milyen fajtájú, milyen minőségű anyagban. Én azt hiszem, hogy azért nagyon sok emberben lehetne olyan tudatosságot kialakítani, aminek nagyon nagy hasznukra lenne. És ez külön értéket ad nem csak a munkának, hanem annak, amiben ők léteznek. És ha a pénz oldalát nézzük, meggyőződésem, hogy ez indiferens. Tehát egy minőséget jó minőségben megcsinálni, meg nem jó minőségben megcsinálni, ez nem pénz kérdése. Főleg, ha ezzel a szemlélettel sikerül
egy jó kapcsolatot kialakítani a megrendelővel, és végül is elkészül az az épület, és a berendezésében is adott esetben tudsz, vagy tudunk segíteni, akkor ott szeretni fognak ott élni. És ezáltal, itt visszacsatolok megint a mit sugároz a világba, a saját lényéből fog sugározni, ahogy ebből az otthonból, ahogy elmegy a munkahelyére, vagy elmegy az iskolába az a gyerek, vagy bárki, egy olyan fajta harmóniát, vagy legalábbis összeszedettséget, amit részben annak köszönhet, hogy olyan a közeg, ahol él, ahol jól tud pihenni, ahol föl tud töltődni, egy jó élettér. Igen, és ha azt mondom, akkor ez felelősség az építésznek, felelősség magának az embernek is, csak én szakmaként művelem, vagy te, mint térlélektannal foglalkozó, a terek lélektanával foglalkozó szakember, neked felelősséged az, hogy te a legjobbat ad neki, ez egy tudatos felelősség, viszont nekem, aki a befogadó vagyok, és mondjuk tudatosul bennem az, hogy én, ha jól érzem magamat a bőrömben, jól érzem magamat a szűkebb környezetemben, akkor ez érződik hatással a tágabb közösségre és a tágabb környezetre is. Ez pedig az ő felelőssége, tehát nyilván nem morcosan megy ki, rossz hatással lenni a másik emberrel, nem ellenszenvet ébreszteni, hanem esetleg jó érzést ébreszteni. A lélektelen városban egyszer csak kialakulna a lelke a városnak. Rájövünk, hogy a tárgyaktól is függ, de főként az embertől függ, hogy van-e lelke egy adott városnak. Engem mindenképpen ez az irány az, ami érdekel. Bevallom, és kevésbé az, hogy egy márványpalotából hogy lehetne még márványabb palotát kihozni. Hogy tud mondjuk a tér lélektannal foglalkozó szakember már a tervezés folyamán az építésszel együtt közösen dolgozni, tehát a korai szakaszban? Azt gondolom, hogy abszolút tud, mert vannak olyan szempontok, amikkel sokszor szembesülök, hogy például egy ágy elhelyezésénél nem mindegy, hogy milyen égtájban van a fejünk, amikor alszunk, ez a föld mágnesessége, illetve a forgás irányával van összefüggésben, és számtalan szóval ütközöm olyan problémába, hogy nem alszik jól az illető, de nem tudjuk átfordítani abba az irányba az ágyat, ahogy jó lenne, mert éppen ott van az ajtó, stb. Tehát, hogy nagyon sok ilyen szempontom van, illetve amit azt gondolom, hogy már a tervezéskor, az alaprajz kialakításakor érdemes figyelembe venni, közösen alakítani, nyilván úgy, hogy építészeti értékek és arányok és esztétikai és praktikus kapcsolódási pontok maximális figyelembevételével mégiscsak integrálni tudjuk a térlélektannak ezeket az elemeit. Hogy ezt megerősítsem, de végülis pont ellent mondjuk ennek. Nekem pont múltkor ugye volt egy olyan tervezési szituációm, hogy ezt figyelembe véve, hogy a mágneses pólusok hogy vannak a Földön, az Istennek se tudtam úgy elhelyezni az ágyat, mert annyi minden másnak kellett megfelelnie az alaprajzi funkció az elhelyezésnek, hogy képtelenség volt. Hát tulajdonképpen az megoldható volt, hogy ajtóval szembe, az, hogy csomó szempont megoldható volt, viszont az képtelenség volt megoldani, hogy ne észak felé legyen, vagy pont dél felé. Tehát ha ne észak felé nézek, hanem dél legyen hátul. Nem tudtuk megoldani, egyszerűen dél esett hátra, mert annyi minden más befolyásoló tényező volt. Na ilyenkor mi van? Ez egy érdekes dolog, és itt tényleg a megerősítésre, és nem az ellentmondás, hogy ha itt mondjuk egy szakember, aki ezekkel a témákkal foglalkozik, tehát mondjuk térlélektannal, hogy milyen hatásai, milyen energetikai hatásai vannak mondjuk egy ilyen szituációnak, akkor itt most te mit tudsz tenni? Hogyan tudod ellensúlyozni ezt, ha nem tudod átfordítani azt az ágyat? Ugye nekem a belső terekben megvan a szabadságom, akkor legalábbis, hogyha az egy értelmes tér, mert nagyon sok olyan tér van, amit nem is neveznék értelmesnek, mert túl sok ajtó van rajta, túl sok ablak, alig van fal, tehát ezt ugye berendezésileg nehezen kezelhető. Tehát azt gondolom, hogy ha erre már nincs lehetőség, miután már felépült, akkor nagyon fontos lenne a tervezés során. De Kata, tehát tényleg fogadjuk el azt, hogy nem rajtunk múlott, itt nincs más lehetőség, hanem tényleg ez tűnik egyetlen lehetségesnek, minden egyéb más elvárásnak megfelelően a hálószobában, hogy ezt a ágyat itt tudjuk elhelyezni. Van-e mód anyaghasználattal, színekkel, vagy bármivel, hogy ezt a fajta energetikai hatást ezt ellensúlyozni tudjuk? Igen, hát itt lépnek be abszolút a természetes anyagok, nyugtató színek, esetleg akkor annak az égtájnak megfelelő, tehát az éjszakot valamilyen módon hangsúlyozni a térben valamilyen műtárgyal, virággal, lámpával, ennek nyilván az adott hely ismeretében tudok ennél konkrétabbat mondani, vagy tanácsolni. De pont azért beszélgetünk erről, hogy esetleg egy jövőbeli tervezéskor, és lehet, hogy ez számodra, vagy más építészek számára, akiket mondjuk ez érdekelne, egy szempont, hogy például az égtájak ilyen típusú figyelembevétele, hogy a jövőben ne alakuljon ki egy olyan lehetőség, vagy egy olyan alaprajz, hogy hát mi mindent megpróbáltunk, de ez nem sikerült. Főleg a hálószobánál ez a hálószoba az
én veszőparipám, hiszen 8 órát ideális esetben töltünk ott naponta, és a minőségi élet, minden szempontból minőségi élet alapja az, hogy tudunk pihenni is. Tehát nagyon fontos ez a hálószoba dolog. Ez nagyon izgalmas, és szerintem ez nagyon sok embert érdekelne. Szerintem is egy járható út. Egy pár évvel ezelőtt keresett meg egy hölgy, egy szerkezetkész lakást vásárolt. Beléptünk egy nappali étkező konyha térbe, onnan lehetett tovább menni, szembe fürdőszoba. 2 szoba volt, és az építész az egyik szobát jelölte ki fő hálószobának, a másik szobát vendégszobának. Ez szinte tükör szimmetrikus volt a kettő. És már az alaprajzon néztem, hogy ezt most csak arra mondom, hogy mennyire működik ez az észak irány. Már az alaprajzon néztem, hogy igazából pont télen lenne a feje, hogyha abban a szobában lenne, ami pár négyzetméterrel egyébként nagyobb volt, mint a másik, amit eredetileg hálószobának terveztek, és mondtam a hölgynek, hogy hát nézzük meg, mert szerintem a másik lenne jobb hálószobának. És mikor ott voltunk a pallókon lépkedve a helyszínen, akkor mondta el nekem, hogy hát most képzeljem el, hogy igazából amikor ő először itt járt, ő ösztönösen abba a szobába ment, amit én mondtam, ahol északon lett volna a feje. Hogy hát az lenne a jó hálószobának, csak annyira az alaprajz meg az építész súlykolta, hogy de hát ez a hálószoba ugye az meg a vendégszoba, hogy már ő is úgy volt a fejében, de szerencsére még időben ismerkedtünk meg, és megváltoztatta, és az lett a hálószobája, és lemondott az extra 2 négyzetméterről. Másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor tervezel egy épületet, nem tudom, szempont-e az, hogy átrendezhető legyen. Nálunk igen, tehát ez egy alapvető dolog, hogy még hogy a könyvtári elemekkel is, tehát nyilván ezek a programban vannak, de ergonomilag úgy tervezünk az épületet, hogy ott a közlekedési irányok egyértelműek legyenek, amik nyilván kijelölik azokat a helyeket, amiket aztán szabadon lehet rendezni, annak megfelelően, hogy abban a térben mondjuk tévézni akarnak, vagy olvasni akarnak, vagy kandallót akarnak elhelyezni, vagy bármi, tehát ez mindenképpen, de ez egy negatív megjegyzés, és ez a drága kollégáknak szól, akik erre nem tudom miért, de nem figyelnek, hogy van, aki csak bedobálja a bútorokat, az sokszor egy rejtett közlekedő közepén van egy fotel, ja, igen, és jobban megnéz az ember az alapra, azért nem tud elmenni a hálószobáig, mert oda éppen be van, jó néz ki, mert be van rendezve, csak hát abszolút nem működik. Egyébként én is, hogy erősítsem meg azt, hogy lehet kezdeni, igenis lehet kezdeni beállt dolgokkal is változást. Volt egy olyan esetünk, hogy már egy kész épületnek le voltak a cölöp alapjai rakva, tehát gyakorlatilag a terhordó rendszere teljesen fix volt az épületnek, abból nem lehetett kitérni, viszont az alaprajzi elrendezés olyan eszméletlenül ellentmondásos volt és értéktelen, hogy az volt a feladat, hogy ezt tervezzük át élhetővé. És sikerült. Nem volt egyszerű dolog, viszont az előszoba előszobává vált, igazán a helyiségek sem cserélődtek meg, a nagyságuk sem, és mégis egy élhető, átközlekedhető, funkcionálisan összeszedett alaprajz tudott kijönni, úgyhogy egy centiméterre nem tértünk el a levert cölöpökről. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy lehetséges, igen. Nyilván ehhez kell az ügyfél is, de főként kell az, hogy tényleg beletegyük azt a lelket, azt az energiát, hogy ez létrejöjjön. Az időt, a lelkedet, a figyelmedet, a legjobb szándékodat. És hát az az igazság, hogy amikor én valami igazán jót szeretnék csinálni, akkor igazából ugye figyelmet szentelek annak, amit csinálok, és magamtól is kérek inspirációt. Tehát szokott olyan lenni, amikor most ez egy kis kulisszatitok, amit elárulok. Pár hónappal ezelőtt voltam konzultálni egy hölgyel, és volt egy pont, ahol megakadtam, hogy mi lenne itt a megoldás. Egy üres lakásban barangoltunk, és ötleteltünk, illetve hát én javasoltam neki pár dolgot, és tudtam, hogy jó, akkor most át kell menni a másik szobába, de egy részem úgy saját magam felsőbb lényétől így segítséget kért, hogy kérek inspirációt. És akkor kimentünk a fürdőszobába, ott megbeszéltük, hogy akkor a zuhanykabint mégiscsak hogyan lehetne elhelyezni, ahhoz képest hol lenne a mosógép, tehát egy teljesen más dologról beszéltünk, és egyszer csak így kopogtak, hallottam, hogy jön az inspiráció, és akkor visszamentünk a nappaliba, és akkor folytattam, és el tudtam mondani, ami viszont nagyon tetszett neki. Nekem a munkamódszeremhez ez is beletartozik, hogy nem csak agyból dolgozom. Ehhez kell az inspiráció, kell az, hogy befogadó legyen az, akinek inspirálod magadat, illetve persze. Egyébként ez egy nagyon nehéz dolog, hogy miközben valóban azért nekünk is kell egyfajta olyan emocionális készséggel rendelkeznünk, hogy beleérző készséggel rendelkeznünk, de ez csak nyitott szívekkel lehet megélni, úgyhogy... Igen. De hát azt gondolom, mivel az otthonról és a te is magánlakó épületeket tervezel és építesz, hát ott a szív, ott a lélek, ezt nem lehet enélkül. Zártan maradnak azok a szívek, ami nem feltétlenül a kettő, tehát az építető és az építész viszonya
miatt zárt, hanem egész egyszerűen más. Lehet, hogy a jövőben én hiszek abban, hogy amilyen az én, és ezt most nem csak magamra mondom, hanem általános alanyként, hogy amilyen az én tudatállapotom és tudatszintem, az erre rezonáló emberek fognak megtalálni. És azt gondolom, hogy ha valaki kellőképpen fókuszált abban, amilyen minőséget, értéket szeretne ő képviselni a szakmai tudásával, hátterével, tapasztalatával a világban, és ezt verbálisan is, meg valamilyen módon nonverbálisan is sugározza, kommunikálja a világba, akkor akik ezt meghallják, ők nyitottabbak is lesznek a te hozzáállásodra, ötleteidre. Örömtelibb lesz az együttműködés. Tehát én nem hiszek abban, hogy mindenki mindenkinek az építésze. Ez így van, de mi van akkor, hogyha az a másik fél, az mondjuk eljátsza a nyitottságot, ezt te megérzed, de közben a kommunikációja szimpatikus, és akkor azt mondod, hogy most dilemmám van, hogy én most megítélem azt az embert, hogy valami nem jó érzésem van, mint hogyha ő egy kirakatot adna elém, kirakatot mutatna, és nem őszinte velem. Tehát előítéletem van, vagy megérzésem van. Tudom választ, hogy előbb-utóbb ki fog derülni. De nekem legutóbb volt egy ilyen esetem, hogy az első hallásra az előadott gondolatiság, meg tervek, meg egyéb dolgok nekem nem tűntek őszintének, vagy nem jó érzést keltettek, és amikor személyesen találkoztunk, mert mondtam, hogy ismerkedjünk meg, és hát tényleg nézzük meg, hogy ki tud alakulni olyan kapcsolat, hogy egyáltalán bármilyen álmot megvalósítsunk. Ott nyilván a kommunikáció olyan szinten ment, szimpatikusok voltunk egymásnak. Ez a szimpátia lehet belülről jövő is, meg lehet ugye egy felszíni szimpátia, és ott úgy éreztem, hogy hát ilyen előítélet volt, ez nem megérzés. Aztán a végén, ahogy kialakult egyfajta kapcsolat, cserélődtek az információk, ajánlatítás, stb., a végén egész egyszerűen beigazolódott az, hogy megérzés volt, és nem szimpátia, mert valójában valamiféle nem őszinte szándék jelentkezett ott. Ez egy izgalmas dolog egyébként, hát imád is lélektan. Őszintének kell lenni is hitelesnek, hogy ebből valóban egy jó dolog jön ki, és akkor ne egy ilyen kirakatépítészet, egy kirakattérképzés, egy zsonglőrködés jön ki. Csak az a bajom, és igenis most ezt kimondom személyremetlenül, hogy ez a mai világ, ez a horizontálisan működő világ, ez egyszerűen ezt a fajta kommunikációt, vagy ezt a fajta megélést közvetíti, vagy éli meg. Tehát minek a felszínen él? Hát nem mer őszinte lenni. Éppen ezért kell nem csak a horizontális síkon lenni. Ez ugyanaz, amit az előbb mondtam. Tehát azt gondolom, hogy a megérzésekre visszatérve szerintem ritkán csalnak a megérzések. Sőt, az igazi megérzés szerintem nem csap be, csak nagyon sokszor nem tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most megérzés volt, vagy aztán így agyilag kombináltam. Vagy előítélet. Vagy akkor mondjuk így, igen. Ez mind önismeret, hogy te mennyire tudod dekódolni azt az érzetet, hogy igen, ez most nekem inspirációm volt, vagy csak az agyam pörgött, ez most tényleg zsigeri és lelki megérzésem volt, ráérzésem, vagy túlkombinálom, de ez meg mind megint rólunk szól, tehát hogy a mi képességeinknek mennyire vagyunk a birtokában. És te nem tudsz más lenni, mint mindig őszinte, azt képviselni, és adott esetben lehet, hogy ki lehet azt is mondani, hogy nem biztos, hogy avval a szemlélettel, ahogy te építesz, vagy ahogy te megközelíted az építészetet, ez kompatibilis. Nagyon sokat szenvedtem 5-10 évvel ezelőtt olyan munkákban, ahol ez a kompatibilitás nem létezett, és én azt hittem, hogy már pedig annak léteznie kell, tehát nekem egyfajta kompromisszumkészséggel kell bírnom azzal, hogy ez működjön, és ez így természetes, aztán hát időközben rá kell tűnöm, hogy nem. Nem biztos, tehát el nem kell biztos, fogadnunk, hogyha valahol nem igen, tudunk azonos hullámoszon, nem vagyunk az egymás partnerei. Kezdtük valamelyik beszélgetést, hogy ember emberrel beszélget, a megrendelő megkeres téged, vagy aki tanácsot kér, megkeres engem, de emberként egyenrangúan kell kommunikálni, és kompromisszum nélkül, tehát hogy nem mehetek se alá, se fölé, és ha ilyen játszmát próbál a másik is játszani, azért abból ki lehet keveredni, tehát hogy nem beengedni, vagy nem felvenni. Nyilván az embernek konkrétan egója, ha még ez párosul egyfajta megfelelési kényszer is, akkor azt gondolja, hogy azért nem alakulhatott ki ez a fajta kontaktus, mert ő nem volt elég. És nem csak építészetről van szó, hogy az emberi létnek a különböző területein, ez nem egyszerű. Végül is minden arról szól, az otthon berendezésétől kezdve visszafelé haladva az időben, akár az épület megtervezésekor, hogy mi, akiket megbíznak, a saját tengelyünkben legyünk, és a legjobb szándékunkkal álljunk a feladat elé, és akkor igazából ez nem is feladat lesz, hanem egy hatalmas örömforrás. És ugyanígy nyilván ezzel a tudatossággal és szemlélettel és jelenléttel
jó, hogyha a hozzánk forduló is részt vesz ebben a közös játékban. Hiszen ez egy közös tánc végül is, amit ő érdekében történik, de mi is tanulunk ebből nyilván. Gyakorlatilag akkor ezek szerint együtt tudunk érteni abban, hogy a térlélektan elvei már a tervezés kezdetén is felhasználhatók. Igen, azt igen. gondolom. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google Podcast-en és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni. Köszönjük!